Tataváros önkormányzati képviselőtestülete, Tataváros-áért díjat adományoz, Tataváros társadalmi, gazdasági, szociális és sport vonatkozású fejlődésében, hírnevének növelésében vállalt kiemelkedő tevékenységéért Kis János úr részére. Gondoltam rá, ugye az ismerőseim, akik tudtak róla, azok is titokba tartották, de én abszolút nem számítottam arra, hogy egy ilyen megtisztelő kitüntetést fogok kapni az augusztus 20-ai ünnepségen. Van már hasonló kitüntetése ilyen jellegű? Hát tulajdonképpen kitüntetést azt kaptam, de az mindig a munkával kapcsolatos volt, tehát a szocializmusban kiváló dolgozótól kezdve az ágazat kiváló dolgozójáig mindenféle kitüntetésben részesültem, de ilyen elismerésben, ami városi vagy állami kitüntetés, még soha az életemben nem részesültem. Lehet, hogy titok, de felfedném. Ön azt említette, hogy nagyon-nagyon örül a díjnak, de annak is nagyon-nagyon örül, hogy pont János atyával együtt kapta. Hát igen, ennek elsősorban ezt a János atyának mondtam is, amikor átvettük a díjat, hogy nagyon örülök ennek a díjnak, de annak még jobban örülök, hogy ő vele együtt kaptam, mert emberileg is és vallási vezetőként is nagyon nagyra tartom a János atyát, és szeretek a társaságában lenni. Említette a munkáját, akkor beszélgessünk egy kicsit a munkájáról. Mivel foglalkozik ön is? Hát korábban mivel foglalkozott, hogyha időben is visszamehetünk egy kicsit? Akkor azzal kezdeném, hogy sok mindenhol megfordultam az életem során. A tatai laktanyában még kazánfűtő is voltam, a Tímföldgyárban is dolgoztam almásfűzőn, de végül is 20 évet dolgoztam az Észak-Dunántúl regionális vízműveknél. Ott műszaki ügyintézőként kezdtem dolgozni. És 1993-ig, amíg eljöttem a cégtől, üzemigazgatóként dolgoztam a szennyvizes ágazatba. Végül is az itt eltöltött 20 év alatt orientálódtam a szakmai tapasztalatok és az ismeretek alapján a 1980-ban már Magyarországon is meginduló magánvállalkozások felé, és először VGMK, GMK, majd KFT alakítással a főmunkaidő mellett elkezdtem magánvállalkozással foglalkozni, aminek végül is a végeredménye az 1992. áprilisában megalakított OMS Hungária Kft. Lett. Amikor ezt a céget megalakítottuk 51% német tulajdonnal, akkor számoltam föl a főállású munkaviszonyomat az Észak-Dunántúl regionális vízműveknél, és azóta, hát jövőre lesz 10 éve, hogy ennek a Kft.-nek a résztulajdonosa és az ügyvezetője vagyok. Ez egy sikertörténet, akkor ezek szerint megérte váltani, tehát megérte vállalkozni? Hála Istennek egy sikertörténetnek mondhatom, mert az elején körülbelül látni lehetett, hogy mi fog ebből, vagy mi jöhet ki ebből, de arra számítani nem lehetett, hogy ez ki is fog jönni belőle. Végül is 3 főállású dolgozóval kezdtük az OMS Hungária Kft.-t, egy 15 milliós alaptőkével, ennél a cégnél ma 250 ember dolgozik, és egy 5 milliárdos árbevétellel rendelkezik a cég. Ezt remélem a következő időszakokban is meg tudjuk tartani, vagy esetleg még ezen javítani, és sikerül. Ez nagy változás egy cég életében, és a kicsitől a milliárdos bevételekig, és az ember, aki ezt végigcsinálta, mennyit változott a folyamatban? Hát én úgy gondolom, vagy remélem, hogy nem sokat, vagy hogyha ha lehet, akkor mint ember remélem, hogy semmit, ugyanazok a barátaim, ugyanabban a társaságban járok, ugyanazzal foglalkozom a szabadidőmben, nem szeretek reflektorfénybe lenni, általában szeretek szerény meghúzódni a tömegbe. Ahhoz, hogy valaki sikeres legyen a munkában, sikereket érjen el, kell egy biztos háttér. Hát én szerintem ennyi év tapasztalatai után mondhatom, hogy egy biztos családi háttér nélkül ezt a munkát, amit én végzek, nem lehet elvégezni. Ez kell egy jó feleség, egy kiegyensúlyozott család. És most már mondhatom, hogy erre ráadás csak az unokám. Ebbe egy kicsit kalandozhatunk, tehát a magánéletében mi az, amit fontosnak tart?
olyan szempontból, hogy esetleg életében fordulópontot jelent, vagy kiemelt esemény? Hát a magánéletemben ugye a nősülés az egy fordulópont, és nagyon fontos dolog volt. Sikerült egy olyan párt találnom, amit én mindenkinek csak kívánni tudok. A következő nagyon fontos dolgok, amikor születtek a gyermekeink, aztán utána egy csöndesebb, egyszerűbb időszak következett, aztán utána a következő fontos dolog, amikor férhez ment a nagyobbik lányom, ezt követően pedig ugyancsak nagyon fontos volt, amikor az első unokám megszületett. A másik dolog, azt szokták mondani, hogy a siker érdekében, a biztos háttér mellett, hogy valaki képes legyen regenerálódni. Önnek mi jelent regenerálódást, pihenést, kikapcsolódást? Hát szeretek itthon lenni, a családomnak a környezetébe. Még 25 évvel ezelőtt örököltem a nagyapámtól egy szőlőt, azzal nagyon szeretek foglalkozni, hogy a betegségem kapcsán is ugye szükség van arra, hogy fizikai munkát végezzek. Itt minden munkát a család végez el, a gyerekeim, a feleségem, meg én. Ezen kívül szeretem a sportot, szeretek futballozni, még a mai napig is játszok minden héten egy kis pályás csapatba, és szeretek horgászni. Körülbelül ezek kitöltik a szabadidőmet, sajnos elég kevés van belőle. Említette a focit, hát azt a városban mindenki tudja, hogy ön az egyik fő támogatója a labdarúgó szakosztálynak. Ez a szerelem a labdarúgással, ez régi időkre nyúlik vissza, vagy ez arra az időszakra, amikor mint szponzor beléphetett a körbe? Hát a labdarúgással a szerelem a gyerekkoromtól tart. Tehát tulajdonképpen a szomódi futballcsapatba 15 éves koromtól kezdve futballoztam, aztán ezt folytattam a középiskolába is, aztán később is, de egyébként a Tatai Atlétikai Klubhoz még vízműves koromból emlékeim és tevékenységem is fűződik, ugyanis még az Ektibor elnöksége idején a súlyemelő szakosztálynak voltam a technikai vezetője, majd később, amikor a TAC mélypontra került, akkor egy rövid ideig a feleségemmel együtt a TAC-ot irányítottuk, én mint a TAC elnöke. Amikor aztán konszolidálódott a helyzet, illetve a magánvállalkozásba az elfoglaltságaim úgy szaporodtak, hogy nem tudtam már ezzel komolyan foglalkozni, akkor kerültem, mint szponzor az egyesülethöz, de tulajdonképpen ugye ez is a magánvállalkozásba elért sikereknek köszönhető. Meg egyébként szeretem a sportot, meg úgy gondolom, hogy Tatának szüksége van arra, hogy a 25 ezer létszámú városban legyen valamilyen sporttevékenység, és a fiatalok a sporttal foglalkozzanak, mert az a véleményem, hogy a sport nem csak testileg, hanem lelkileg is erősíti az embereket. Szóval került a szponzoráció, az ön cége nem csak sport intézményeket, vagy szakosztályokat, csapatokat támogat, hanem más jellegű támogatást is, mint még pedig szép számmal. Mi a véleménye általánosságban a támogatásról és szponzorációról? Hát ez így igaz, de nekem erről az a véleményem, sőt az a meggyőződésem, hogy akinek van, és akinek a sikereihez az anyagi gyarapodás is hozzátartozik, annak én úgy gondolom kötelessége azokon segíteni, akik önhibájukon kívül elesettek, akik rászorulnak, és egyébként a fiatalokon általában. Tehát én ezt nem tartom különösebb gesztusnak, vagy nagy dolognak. Én úgy gondolom, hogy ez hozzátartozik ez az élethez, amit mi csinálunk. És az életben, amit mi csinálunk, ebben ön mit tart értéknek? Mi az, ami számára kiemelt érték? Tehát én Szomódon nőttem föl egy olyan családba, ahol édesanyám a szüleinek a paraszti gazdaságába dolgozott, apám pedig gyári munkás volt a Timföldgyárba. Eleve vallásos neveltetést kaptam kiskoromtól kezdődően, és ez végigkíséri az egész életemet. Tehát nagyon fontosnak tartom az életbe a becsületességet, az embertársaknak a megbecsülését. Ugye már beszélgettünk róla a céges sikerességéről, illetve végül is a vállalkozás sikeréről, meg arról is, hogy úgy ítéli meg, hogy legalábbis bízik benne, hogy nem változott emberileg. És önnel szemben az emberek változtak esetleg a siker kapcsán, vagy annak kapcsán, hogy az élete másképp alakult?
Hát erre megint nehéz válaszolni, mert én úgy gondolom, hogy azok, akik a barátaim, és akikkel közvetlen kapcsolatban vagyok, nem változtak velem szemben, legalábbis én ilyen változásokat nem tapasztaltam. Külsőségeket, vagy azokat az embereket, akik véleményt alkotnak rólam, és nem vagyok velük különösebben kapcsolatban, hát onnan érkeznek visszajelzések az emberhez sokszor, hogy van, aki nagyképűnek tart, de szerintem ez inkább a zárkózottságomból adódik, tehát nem szeretek szerepelni, nem igen szeretem a nyilvánosságot, de különösebb ilyen visszajelzést nem tapasztaltam. Akiket fontosnak tartok az életemből, vagy életemben, azoktól nem, akiket meg nem, az meg különösebben nem érdekel. Kik azok, akiknek a véleményére ad? Család, vagy vannak barátok, akik? Hát általában elsősorban a család, aztán a barátok, a versenytársak, és azok az emberek, akiknél mint megrendelők néha tevékenykedünk. Tehát egy szakmai kör, ez a szakmának, a szakmára vonatkozó, és az emberi változásait a család regisztrálja, visszajeleznek a feleség, vagy esetleg a lányok, hogy apu, nem úgy megy a dolog, mint régen, van ilyen? Van ilyen, itt a család az mindig értékeli és kritizálja is a munkámat, de én úgy gondolom, hogy az utóbbi 10 évben ezek az értékelések velem szemben inkább pozitív irányba változtak, mint negatív irányba. Lehet, hogy ez annak is tulajdonítható, hogy öregszem már, de valószínű, hogy a családi kapcsolataim is, ahogy telik, múlik az idő, mindig jobbak és őszintébbek és biztosabbak lesznek. Hát talán azért, mert közben gyerekek is felnőttek. Hát remélem, hogy így van. És hogyha remélhetőleg minden ugyanígy alakul továbbiakban az életben, akkor milyen céljai vannak, melyek azokat, amiket mindenféleképpen szeretne még megvalósítani, úgy vállalkozásban, mint mondjuk a magánéletében is? Hát a magánéletemben a legfontosabb céljaim, én úgy gondolom, hogy teljesültek. Soha nem tűztem ki olyan célokat magam elé, amiket úgy gondoltam, hogy nem tudok elérni. Tehát megpróbáltam reális keretek között tartani az igényeimet. A legfőbb célom az, hogy a családom békességbe, egyre szaporodva, gyarapodva éljen és létezni tudjon. A gazdasági életben, hát ott mindig inspirálják az embert a sikerek is, meg a kudarcok is. Ott én úgy gondolom, hogy most már nem is az egyéni célok kell, hogy vezessenek, hanem inkább az a kötelességtudat vagy felelősség, hogy több embernek a megélhetése múlik azon, hogy én hogy dolgozom és megpróbálok ennek megfelelően tevékenykedni. Befejezésül akkor hadd kérdezzem meg, hogy az a díj, amit augusztus 20-án kapott, az hova kerül? Hát elsősorban a szívembe, másodszorban pedig valahova olyan helyre a lakásba, amit állandóan nézek, vagy amerre általában fordulok, vagy ahol legtöbbet megfordulok. Erőt ad? Igen, ez mindig erőt ad. Ilyen kitüntetésben nekem még az életben nem volt részem, és valahogy ez inspirál arra, hogy talán jó volt, amit eddig csináltam annak a szűkebb közösségnek is, akihoz tartozom, és ez mindig a kötelességtudatot erősíti az emberbe, hogy érdemes ezért dolgozni. Köszöntöm a stúdióba két vendégünket, Barasó Csabát, az önkormányzat sportbizottságának vezetőjét, és Kis Jánosat, az újonnan megválasztott elnökét. Együtt nézzük a bejátszást. Barasó úr, szeretném megkérdezni, hogy mi volt a véleménye az elnökségülésről? Rendkívül kritikus, önkritikus hangvételű volt, nem próbálta elkendőzni a hibákat, azt hiszem kellő mértékletességgel mutatta be a TAC elért eredményeit. Óriási fegyvertény a régi elnökség részéről, hogy egyáltalán a TASZ-nak a működőképességét zord időszakban fönn tudták tartani. Ez mindenképpen rendkívül értékelendő. A tavalyi évben milyen volt a kapcsolata az Egyesület és a Sportbizottság között?
Hát a tavalyi év volt az első olyan év, amikor az önkormányzat bizonyos pénzösszeget el tudott különíteni a sport, az városban lévő sportélet támogatására. Tavaly ez a pénzalap 4,5 millió forint volt, amiből 2,5 millió forinttal az önkormányzat támogatta a TAC kezelésében, használatában lévő önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartását. 300 ezer forinttal 300 óra lett tulajdonképp megvásárolva a városi sportcsarnokban sport célokra, és ezen kívül 1,7 millió forint pedig pályázat útján a városban sportrendezvények támogatására fordított. Bárki pályázhatott ezekre a pénzekre? Igen, bárki pályázhatott. A bizottság mellett működő sportalbizottság az év elején meghatározta azt a 6 pontból álló szempontrendszert, aminek alapján a pályázatok elbírálása megtörtént. Rendkívül sok sporteseményt támogatott a bizottság, amely támogatása 2000-5000 forinttól 120000-140000 forintig terjedt. Hát ez az összeg is mutatja, hogy nagyon sok sportrendezvényt sikerült támogatni a városban. Kis János, nem tudom, hogy ismerik-e sokan a városban, vagy nem ismerik. Egy nagyon rövid bemutatkozást azért szeretnénk hallani. 3 éves vagyok, nős, 2 lányom van, mind a kettő az Eötvös József gimnáziumban tanul. Az idősebbik most érettségizik, a kisebbik 2. osztályos, és a TAC-ba kézilabdázik. Sportmúlt? Sportmúltról. Még annyit, hogy az EDRV-nél dolgozom, mint üzemigazgató a vízműveknél, így jobban ismeri mindenki. Valamikor kapcsolatban voltam a TAC-szal, a súlyemelő szakosztálynak voltam a technikai vezetője abban az időszakban, amikor egymás után 2 csapatbajnokságot nyert a szakosztály. Aztán hosszú ideig nem kerültem ilyen közvetlen kapcsolatba. Az újabb időszakban a kapcsolatom a Buda István barátomon keresztül kezdődött a sporttal. Ő, akinek mind a 2 fia fotballozott akkor, és még most is a TAC-ba. Meghívott egy labdarúgó mérkőzésre, és aztán ezen keresztül alakult a jelenkori kapcsolatom a sporttal. Először bekerültem a labdarúgó szakosztály vezetésébe, szponzoráltuk is a labdarúgó szakosztályt, és aztán a Vékony úr megkeresett, mint jelölő bizottsági elnök, és megkérdezte tőlem, hogy lenne kedvem a TAC-szal komolyabban foglalkozni, úgy nagyjából már ismertem az egyesület helyzetét, és igen, mondtam erre a kérdésre. Nagyon sok ember belebukott egy ilyen dologba, lássuk a tatabányai Hodler Henriket, aki fölvállalta erején felül a szakosztálynak a vezetését. Ez egy kisebb egyesület. Nem fél esetleg attól, hogy nem sikerül úgy a terve, hogy elképzelte? Igen, ismerem ezt a témát, ismerem a területet. Általában szeretem a nagy feladatokat, nem vagyok megijedve ettől a feladattól se. Nem tudom konkrétan, hogy mik a problémák, mik a gondok a Tatai Atlétikai Klubba, de azt hiszem, hogyha egy kicsit komolyabban belenézek a klub történetébe, hogyha átvizsgáljuk a lehetőségeket, megnézzük a pénzügyi helyzetét, biztos, hogy lehet kiutat találni, és biztos, hogy a Barassó úr is említette az előbb, hogy a lakóság, az önkormányzat, az edzők és a sportoló ifjúság támogatásával tovább lehet fejleszteni ezt a helyzetet, ami eddig kialakult a Tatai Honvéd Atlétikai. A régiek tapasztalatából mit lehet leszűrni? Elmondták egyáltalán, mik azok a buktatók, amire majd azért figyelni kell, vigyázni kell, nehogy ugyanabba a csapdába essen, akár a TAC, mint egyesület, akár a sportbizottság, mert a gyakorlat az mindig más, majdnem mindig más utat, mint ami az elmélet igazol. Hát az az igazság, hogy a tavalyi év az tanuló év volt. Most kristályosodtak ki tulajdonképpen a támogatásnak a módszerei. Úgy gondoljuk, hogy ebben tovább kell lépnünk, éppen a tavalyi év tapasztalatait felhasználva. Most, hogy a rendszerváltozás lezajlott és új alapokra helyeződött életünk minden területe, a sport vonatkozásában is új idők, új szelek járnak. A sport állami támogatási rendszere megszűnt. A vállalatok
többsége nehéz helyzetben van, visszavonul a sport támogatásából. Egyre nagyobb feladat hárul az önkormányzatra, hogy érzékeltessem, soha ilyen mérvű támogatásba Tatavárosa nem részesítette a város területén működő egyesületeket, a sportéletet, hisz 5-600 ezer forint volt a fénykorban is a maximális támogatási összeg, és ez emelkedett 4,5 millióra. Most a költségek azóta azért komolyan emelkedtek, most többe kerül minden, drágább minden, nehezebb elállítani, tehát arányaiban azért talán nem is olyan nagy ez a támogatás. Hát azért nem volt olyan infláció, hogy ez a 9-szeres pénz elolvadjon és a 500 ezer forint reálértékre csökkenjen, de azt hiszem, itt egy természetes evolúció, kiválasztódás megy végbe a sportélet területén, és az életképtelen szakosztályok elsorvadnak, amelyek tudnak eredményt felmutatni, szakmai eredményt, sporteredményt, azokat szívesebben szponzorálják a vállalatok is, mert jó reklámhordozók. Hát ez sajnos megvan, ez a kiválasztódás, ez zajlik keményen. Kis úr, végighallgattam a küldött közlődést, végigültem, és nagyon sziporkázó előadást tartott, és ott úgy emlékszem, ha nem jól emlékszem, akkor szóljon közbe, hogy a versenysportra is kíván az önkormányzattól költséget előteremteni. Ilyen módon mehet ez, amikor csak a szabadidősportot támogatja az önkormányzat? Szerintem az önkormányzat nem csak a szabadidősportot, hanem a versenysportot is támogatni fogja. Most amire hivatkoztál, azt hiszem tegeződhetünk nyugodtan, a megválasztásomkor az önkormányzatot egy kicsit kicikiztem a sporttámogatással kapcsolatban. Na, erre hát gondoltam konkrétan, csak... A televízió nyilvánosság előtt is megteszem, van szerencsém ismerni az önkormányzatnak a költségvetését, mert tagja vagyok a Városüzemeltetési Bizottságnak is, mint külsős. Jelentős ez a támogatás, nem kétséges, és igaz, ahhoz viszonyítva, amit a Barassó úr említett, hogy a régi időszakban csak 5-600 ezer forinttal támogatta az akkori tanács a sportot, de abban az időszakban, és ott is ezt mondtam a közgyűlésen, a súlyemelő szakosztályra hivatkozok, és ott is ez hangzott el, hogy az edzők fizetése is több volt, mint az az összeg, amivel most az önkormányzat támogatja a sportot. Nyilván az önkormányzatnak elsősorban a város működését kell biztosítani, de én úgy gondolom, hogy arra a sportcentrumra, ami ott áll a város közepén, a Május 1 úton is kell pénzt költeni, mert az jelen pillanatban a városnak egy szégyen foltja, azzal valamit kezdeni kellene, legalább rendbe kellene tenni, sőt, hogyha azt működőképessé teszi, vagy ahol segítséget lehet szerezni az önkormányzatot, akár pénzbeli, akár egyéb támogatást. Ezen kívül én remélem, hogy az ifjúság sportolására, a versenysportra is lehet pénzt kiszorítani ebből a városi költségvetésből megfelelő menedzselés mellett. Természetesen számítunk a vállalkozók, a város lakóinak a segítségére is, mert nekem az a véleményem, hogy sokkal többet ér az, hogyha a gyerekeink, az ifjúság a sportpályákon tölt el a szabad idejét, mint egyéb szórakozó helyeken. Erre azt mondják a nézők, hogy mindig mindent megígérnek, majd lesz, és akkor nagyon-nagyon lassan, de elindul bizonyos változás, tehát az öltözőkben már van melegvíz, van fűtés. Eddig azért ez is problémát okozott, én úgy tudom. Hát azt hiszem, talán a szervezéssel is gond lehetett. Itt előbb fölmerült az a probléma, hogy idáig csak a szabadidősportot támogattuk. Ez tavaly sem így volt, hisz ebből az 1,7 millióból igen rangos sportesemények kerültek megrendezésre, két cselgáncs verseny, kajakkenu verseny és még többi. Amúgy tavalyi év folyamán ősszel, amikor értékeltük a bizottságon belül a sportalbizottság bevonásával az év eredményeit, akkor felvetődött az, hogy változtassuk meg ezt a fajta elosztási rendszert. Legyen külön pénzalap elkülönítve a versenysport támogatására, külön a szabadidő, a tömegsport, és azon kívül egyesületi működési
támogatás is legyen beiktatva. Hát most folyik ennek a szempontrendszernek a kidolgozása, amelyet határozati tervezet formájában szeretnénk az önkormányzat elé terjeszteni, és ha elfogadásra kerül, akkor konkrétan behatárolva, szétválasztva lennének ezek a támogatási összegek. Most a támogatás nagyságára, hát elég nehéz helyzetben van az önkormányzat, bár igaz, hogy 1 milliárd 400 millió forint szinte fillére a város költségvetése, de nem fedi a forrás oldal, a kiadás oldalt, így is 27 millió forint hitelfelvétel van forrásként beiktatva, azért, hogy a költségvetés egyensúlyba kerüljön. Ennek fényében már mindjárt másként hat a 4,5 millió, nagyon kemény alkudozások és viták voltak az intézményekkel a költségek csökkentésén. Mi szerettük volna elérni azt a bizottságunk, hogy a sporttámogatás összege növekedjen, de sajnos az anyagi helyzet olyan, hogy ezt nem tette lehetővé. Ez szelektíven alkalmazva, tökéletesebben elosztva ezt a pénzt, azt hiszem azért eredménye lehet belőle profitálni. Hány tagú lett az elnökség? Az elnökség 16 tagú, az elnökség összetétele általában, összetételének kiválasztásán általában az elvérvényesült, hogy a szakosztályok, attól függ, hogy mekkora szakosztályokról van szó, egy vagy két főt delegáltak az elnökségbe, és ezen kívül van két külsős elnökség. És ezt azért kérdeztem, hogy a játékosoknak a képviseletét a küldött értekezleten természetesen úgy oldották meg, hogy mindenhonnan küldtek be embereket. Volt probléma abból, hogy egy szakosztályból két küldött ment, ezt nem örültek ennek többen, főleg az egyéni sportágakban. Hát igen, mivel kevés a pénz, mindenki ebből a kicsi tortából nagyobb szeletet szeretne magának szakítani, vagy kivágni. Azt hiszem, hogy konszenzussal meg lehet oldani ezeket a problémákat, és ha ezek az elnökségi tagok vagy küldöttek látni fogják, hogy az ő általuk, az egyesület által, az önkormányzat által juttatott támogatások kezelése megfelelő minőségbe fog történni. Ha a pénzekről normálisan a költségvetési szabályoknak megfelelően el tudunk számolni, akkor azt hiszem, ilyen bizalmatlansági problémák nem lesznek a jövőben. Még visszatérnék egy pillanatra az előző kérdéshez, a támogatás kérdéséhez. Azt hiszem, hogyha az önkormányzat a bizottságokban, vagy esetleg a testületi ülésen a képviselők előtt megfelelő nyilvánosságot kap az a munka, ami az egyesületbe folyik. Ez az elmúlt időszakban nem került ilyen mértékbe terítékre az önkormányzat előtt, akkor biztos, hogy az önkormányzattal is sokkal jobb kapcsolatot lehet kialakítani, mint amilyen kapcsolat eddig volt az egyesületnek. Az egyesület vállalkozik, próbálkozik majd? Hát ezekről a lehetőségekről nem tudok nyilatkozni, mert egyáltalán nem ismerem még ezeket a szabályokat, de mindenképpen megpróbálunk valami újat, valami, ha nem is újat, de újszerűt csinálni, amivel ki lehet a nézőket hozni a rendezvényekre, amivel a bevételt lehet növelni, vagy amivel érdekeltséget lehet egyáltalán teremteni a sport környezetében. Végül is a sport valamilyen szinten a világban mindenütt üzlet, ebbe is be kell vinni az üzletet, a TAC-ba is be kell vinni. Így az év végén mindenhol mérleget vonnak, visszatekintenek egy kicsit az elmúlt esztendőre. Két héttel ezelőtt, november 23-án a TAC elnökség ülését tartotta, és hogy mi történt ezen az elnökség ülésen, arról Kiss Jánossal, a stúdió vendégünkkel beszélgetünk. Köszöntlek, János, a stúdióba! A szokástól eltérően nem voltak napirendi pontok az elnökség ülésen. Mi volt ennek az oka? Hát végül is egyetlen napirendi pontja volt az elnökségnek, a TAC gazdasági helyzete a 93 év harmadik negyedévi állapotának megfelelően. A többi napirendi pont azt hiszem mindenhez kapcsolódott, vagy ez körül forgott. Kibővített volt az elnökség ülés, hogyan segítik a munkátokat, segítik-e, akadályozzák-e, volt-e ott olyan, akit esetleg nem hívtatok meg, és volt-e olyan, akire számítottatok, és mégsem ment el? Kibővített elnökségi ülést azért tartottunk, vagyis azért bővítettük ki az elnökségi ülést, mert úgy gondoltam én, hogy a város vezetői előtt is
végre tisztázni kellene a TAC jelenlegi anyagi helyzetét egyrészt, másrészt pedig egy kicsit a város vezetőin keresztül, és itt szeretném megköszönni a lehetőséget a Városi Televíziónak, hogy a város nyilvánossága előtt szerepelhet a TAC. Mi mindig a nyilvánosság előtt akarunk szerepelni, és mindenki előtt nyitottak vagyunk, akár a pénzügyeinkben, akár egyéb ügyeinkben, és a nyilvánosságot ott szerettem volna kezdeni, hogy a város vezetői előtt, akik tulajdonképpen a város költségvetését megszavazzák, tiszta legyen az, hogy honnan jön a pénz a TAC-hoz, és mire megy el ez a pénz. Áprilisban választottak a TAC elnökévé, akkor milyen volt a gazdasági helyzet, mit mutatott a kép, és most így az év végén hogy néz ki? Hát áprilisban elég kellemetlen helyzetbe kerültem akkor, amikor a választás után bevonultunk a TAC irodába, és feltártuk azokat az állapotokat, amiket örököltünk a TAC előző vezetésétől, de a későbbiek során kiderült, hogy nem is ez volt a legnagyobb probléma, hogy milyen katasztrofális helyzetben van a TAC, milyen állapotban vannak a létesítmények, hanem én a legfőbb problémának azt tartottam, és még ma is azt tartom, hogy a nyilvánosság előtt, a város nyilvánossága előtt a TAC-nak a megítélése olyan volt, amilyen, és ez a megítélés nagyban befolyásolja a TAC anyagi helyzetét is. Tehát tulajdonképpen, ha a város lakói, vagy a város vezetői, vagy mind a kettő együtt úgy gondolják, hogy ennek az egyesületnek adott pénzek nem tisztességesen vannak kezelve, nem arra fordítódnak, amire ezt az adományozók szánják, és ezeknek a pénzeknek nem lehet utána nézni, hogy hova folynak el, mire költődnek el, akkor az egyesületnek a megítélése nagyon rossz, és ha a megítélés rossz, akkor ennek a következménye is nagyon rosszak. Tehát elég katasztrofális anyagi helyzetben volt a TAC, a létesítmények nagyon leromlott állapotban voltak, csőtörések, egyéb építménybeli problémák, beázások nehezítették a helyzetünket, sőt, nagy problémát jelentett az, hogy nem volt pénzmaradványunk az előző évből, kifizetetlen számlái voltak a TAC-nak, sőt, még bírósági ügyei is. De most is azt mondom, hogy nem az anyagi problémák jelentették a legnagyobb gondot, hanem az a megítélés, ahogy a város szemébe megjelent az egyesület. Volt egy nagyon kellemetlen dolog vagy az egyesület életében, loptak állítólag. Ebben mi az igazság? Hogy hát igen, mondd el azért, hogy végül is mi a... Végül is nagyon örülök, hogy az is szóba került. Sajnos az egyesület nehezen beszerzett fűtőolajából, és ez nem róható a régi vezetés számlájára, ez a mi számlánkra róható, olyan alkalmazottakat vagy alkalmazottat foglalkoztattunk a TAC-nál, aki képes volt arra, hogy az egyesület olaját árulja, a 60 forintos olajat 10 forintért. És mi a helyzet ezzel? Milyen stádiumban van a vizsgálat? Végül is a lopás tényét egy bejelentő jelentette a rendőrségnek, tettenérés történt. Sajnos a következmények ezek pontosan nem vezethetők végig, tehát nem tudni azt, meg tudtuk mi állapítani, hogy mennyi olajat vittek el a TAC tartályaiból, de sajnos csak a tettenért mennyiség után róhatók rá az anyagi következmények az eltulajdonítóra, egyéb következményei pedig egy azonnali fegyelmi elbocsátás volt. És arra szűnnek meg szakosztályok, egyesületek átalakulnak, valamilyen más formában működnek tovább, mint az eddigi. Ti hogyan tudjátok megoldani a talpon maradást? Milyen lehetőségeitek vannak? Hát sajnos a sport állami támogatása, vagy az a támogatási rendszer, ami a múltban jellemezte a sportot, ez időtájt nem jellemző. Az egyesületeknek, ha működni akarnak, a működési költségeik nagy részét ma most kezdő, jól működő vállalkozóktól, szponzoroktól kell összeszedni. Én azt gondolom, hogy nagy segítséget jelent nekem, mint az egyesület elnökének, vagy egyáltalán az egyesület elnökségének az a módszer, amit még ugyan a régi elnökségtől a gyökereit mi átvettük, és egy kicsit tovább fejlesztettük, hogy az egyesület pénzügyeinél, a pénzek beszerzésénél, a szponzorok megszerzésénél és a pénzek elköltésénél a szakosztályaink szinte önállóan
rendelkeznek jogokkal, tehát szerezhetnek maguknak szponzorokat, és a szponzoroktól kapott pénzeket az Egyesület csak kezeli, de megengedi azt, hogy a központi támogatáson kívül az Egyesület szakosztályai által beszerzett pénzek a szakosztályon belül kerüljenek elköltésre. Kicsit a szakmai munkáról, mennyi szakosztálya van az Egyesületnek? Jelenleg az Egyesületnek 9 szakosztálya van, legújabban a vívó szakosztályunk alakult, és most van alakulóban a 10. szakosztályunk, egy aikido szakosztály. Ez a szakosztály egyébként alapítványi támogatás útján működött Tatabányán, Oroszlányban, és valamikor Tatán is. Tatán most a vezetőváltás után jelentkeztek újra terembérlettel, megismertük ezt a sportágat, támogattuk őket, és én javasoltam, hogy ne kelljen terembérletet fizetni, szervezzünk ebből is egy szakosztályt, és így a város gyerekei egyel több szakosztályba sportolhatnak. Melyek azok a szakosztályok, ahol el kell a segítség, ahol szükség van arra, hogy az Egyesület hón alá nyúljon végül is a szakosztályának? Hát az Egyesület minden szakosztályánál el kellene több segítség is, mint amennyi jelen pillanatban van. Vannak kivételesen jól működő szakosztályaink, ezek között föl tudnám sorolni a judós szakosztályunkat, a labdarúgó szakosztályunkat és a legutóbb alakult vívó szakosztályunkat. Nagyon jól működik, és szinte nullára tudja finanszírozni magát a férfi kézilabda szakosztályunk. Reméljük, ugyanolyan helyzetbe fog kerülni rövid időn belül a súlyemelő szakosztályunk. Végül is talán a női kézilabda szakosztály, amire az Egyesületnek többet kell költeni, mint a többiekre, de itt is kialakulóban van egy kapcsolat. A cserépgyár részvénytársasággá szerveződik Tatán, és úgy tudom, hogy a szakosztály vezetője már tárgyalásokat folytatott a cserépgyár vezetésével, és valószínűleg a női szakosztályunknak is, a női kézilabda szakosztályunknak is lesz fő szponzora. Kialakulóban van egyébként a TAC-nál egy olyan folyamat, amit a judó szakosztályunk kezdett meg, hogy a szakosztály nevébe a fő szponzornak a nevét is belefoglalják, és ezek a szponzorok jelentős összegekkel támogatják ezeket a szakosztályokat. Ezen az elnökségi értekezleten úgy láttam és úgy érzékeltem, hogy némi feszültség van a szakosztályok között olyan vonatkozásban, hogy valakinek több pénze van, és ő majd felhasználja a másik szakosztály, vagy egy másik szakosztály felhasználja a saját javára, tehát hogy védik a saját maguk által megszerzett pénzeket. Tehát így a focistákra gondolok, akkor gondolok a férfi kézilabdázókra. Hát ez ebből a modellből adódóan, ami a TAC-nál működik, természetes megnyilvánulás, hogy akik tudnak maguknak szponzorokat szerezni, azok a saját pénzüket elkölthessék, a saját maguk által szerzett pénzeket, és szeretnének az Egyesület által rendelkezésükre bocsájtott pénzeszközökből ugyanannyihoz hozzájutni, mint a rosszabbul működő szakosztályok. Én ezt természetesnek tartom, de azt hiszem az elnökségnek az a szerepe, főként, hogy a tömegsport jelleg és a kisebb eredményeket hozó szakosztályokat is be kell indítani, azokat is menedzselni kell, és azok is eljuthatnak egy olyan állapotba, hogy szponzort találhassanak maguknak. De a női kézilabdások nagyon komoly negatív összeggel zártak, mindegy 400 ezer forint volt az a költség, amit túl kell. Hogyan lehet ezt megengedni, nem lehet ezt követni évközben? Ezen erre azt mondom, hogy ami tény, az tény. Tehát tényleg a női kézilabda szakosztályunk az jóval többet költött, mint amennyi pénzt ők be tudtak szedni, de én azt hiszem, hogy a női kézilabda szakosztály nélkül a TAC nem lenne olyan színes, mint amilyen színes most, és úgy néz ki, hogy a szakosztály is fejlődő ágban van most, a fiatal versenyzők kezdenek beérni, az MB2-be egyre jobb eredményeket érnek el, és reméljük, ők is tudnak majd szponzorokat találni maguknak, és akkor megszűnik ez a viszás helyzet, de remélem addigra találunk új szakosztályokat, akiknek szintén pénzügyi problémáik lesznek. A férfi kézilabda szakosztálynál szakmailag is javulás mutatkozott az elhangzottak alapján, és tulajdonképpen anyagilag is. Hogyan értékezt ezek a fiúk? A férfi kézilabda szakosztályunk nagyon jól működik. A férfi kézilabda szakosztályt irányító vezetők és edzők, régi sportemberek nagy gyakorlattal, nagy tudással rendelkeznek. Itt főként, amit ki tudnék emelni, van egy olyan gazdasági vezetője a jó edző mellett a férfi kézilabda szakosztálynak, aki katona ember, és a
szakmai munka mellett nagyon jó anyagi készségteremtő képességekkel is rendelkezik. Tud pénzt szerezni magyarul. Tud pénzt szerezni, és nagyon sok támogatót tud szerezni, és nagyon sok munkát fektet ebbe, hogy ez a szakosztály jól működjön. Itt még azért elmondanám azt, hogy pontosan a férfi kézilabda szakosztályunkon keresztül kezdenek rendbe jönni a kapcsolataink a négyes iskolával, és vannak olyan elképzelések a férfi kézilabda szakosztályba, hogy beindítanak egy sportiskolai rendszert, és így a négyes iskola befejezése után a gyerekeket a gimnáziumba és a helyi szakközépiskolákba vagy ipari iskolákba tovább menedzselnék, és ezeket a tehetségeket megpróbálnánk itt tartani Tatán. Hát a fociról még nem beszéltünk, sokan várják biztosan, hogy hogy alakul a foci helyzete. MB3-at szeretnének, de sokan azt mondják, főleg a szurkolók, hogy nem megoldás az, hogy a katonák vannak többségben, akik azt jönnek, leszerelnek, nem tudnak beilleszkedni a csapatba. Hogy látja ezt az elnökség, és hogy látja a szakosztályvezetés? Hát, mint elnök, mint a TAT-nak az elnök, a szakmai munkában nem szeretek beleszólni, természetesen véleményem van, és a szakosztály rendezvényei, minden szakosztály rendezvényén, amennyiben lehetőségem van rá, akkor részt veszek. A legutóbbi labdarúgó szakosztály értekezleten, az évzáró értekezleten ugyanez a téma szóba került, és végül is úgy néz ki, hogy a szakosztály vezetői arra a megállapításra jutottak, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a helyi utánpótlás beinvestálására a felnőtt csapatba. Foglalkozni kell a TAC-nál lévő nagyon jó képességű fiatal játékosokkal, és a bevonuló idegenből bevonuló katonák inkább majd kiegészítő szerepet fognak játszani a csapatnál, és inkább a helyiekre fogjuk építeni a labdarúgó szakosztályunk munkáját.